Nebojsa Bradics művelődési miniszter nagybecskereki látogatása során először megtekintette a Városi Múzeumban megrendezett Otti Juan Dottetkáne elnevezésű kiállítást, amely a nagybecskereki rock'n'roll zenei irányzatot hivatott bemutatni a 60-as, 70-es évek távlatából. Egyébként a rendhagyó tárlat a minisztérium támogatásával jött létre. A tárlatlátogatás után Nebojsa Bradics miniszter vendéglátóival együtt, dr. Mileta Mihajlovval, nagybecskerek polgármesterével, Goran Kauriccsal, alpolgármesterrel és Alexander Mártonnal, a Városi Képviselőtestület elnökével a Városháza multimediális termébe vonult át, ahol a Szerbiai Művelődési Minisztérium és a Szerbiai Független Kulturális Színhelybe tömörülő egyesületek, kezdeményezések képviselői együttműködési nyilatkozatot írtak alá. A dokumentumot kézjegyével látta el a Belgrádi Remont elnevezésű művészeti asszociáció, a Nagybecskereki Művészeti Asszociáció képviselője, valamint egy belgrádi modern táncokkal foglalkozó egyesület, a Belgrádi Kulturális Front és a Nisi Dél-Kelet-Európa kultúrájával foglalkozó központ képviselője. A művelődési miniszter az újságíróknak elmondta, hogy ezzel az együttműködésről szóló nyilatkozattal valójában megkezdődik egy nem csak formális közreműködés, hiszen különféle projektumok által támogatni fogják a művelődési tömörülés rendezvényeit.